Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter urat. Üdvözlöm. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. A napokban megalakult a magyar parlament. Mik a legégetőbb teendői a kormánynak a következő időszakra? Nézd, sajnos nem túlzás azt állítani, hogy válságok évtizede előtt állunk, hiszen az elmúlt 12 év sem szólt gyakorlatilag másról, csak hogy éppen valamilyen aktuális válságot kezelni kellett. És a szomszédunkban zajló háború, annak a gazdasági, politikai hatásai, az abból kiinduló várható élelmiszerpiaci hiányok, a kelet-nyugat gazdasági beszállítói láncok megszakadása, a politikai kapcsolatok zéró szintre történő süllyedése egy teljesen új világgazdasági, világpolitikai térképet rajzol fel. És sajnos ebben az új helyzetben kell megtalálni a helyünket, és kell újra sikeresnek lennünk. Abban bízhatunk, jogosan szerintem, hogy az elmúlt 12 évben is minden egyes válságból erősebben jöttünk ki ahhoz képest, mint ahogyan belekerültünk. És hogyha ragaszkodunk azokhoz az elveinkhez és intézkedéseinkhez, amelyeket eddig is alkalmaztunk, tehát, hogy nem a megszorításokra építettük a tevékenységünket, hanem a családok, a beruházások támogatására, a munkahelyteremtésre, akkor sikeresek lettünk most is. De ragaszkodnunk kell ezekhez az elveinkhez. A világot és a gazdaságot a legjobban most az olaj- és gáz embargó kérdése foglalkoztatja. Mi a magyar álláspont jelenleg, hogy állnak a tárgyalások? Hát nézzem, ugye eddig 5 szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Mi mind az 5-höz adtuk a támogatásunkat. Hogy is mondjam önnek, tehát lehetett volna vitázni a hatékonyságukról, meg hogy kinek fáj jobban, meg kinek nem, annak, aki kiveti, vagy arra, vagy annak, akire kivetették, de úgy voltunk vele, hogy háború az nem az okoskodás ideje. Viszont világossá tettük, hogy van vörös vonalunk, ez a vörös vonal pedig a Magyarország energiaellátásának biztonsága. Márpedig ugye Magyarország a földrajzi helyzetéből fakadóan, az infrastruktúrájából fakadóan, a történelmi adottságaiból, elhelyezkedéséből fakadóan rá van utalva az orosz földgázra és kőolajra. Tehát minden olyan szankció, ami ezeknek a szállítását ellehetetleníti, az Magyarország számára drámai hatásokkal jár. Tehát ha most egy újabb brüsszeli szankciós csomag keretében elfogadásra kerülne az olajembargó, akkor a magyar gazdaság az gyakorlatilag, mint egy atombombát dobnának rá, gyakorlatilag az abszolút vesztese lenne ennek az intézkedésnek. Egy ilyen intézkedés az lerombolná a magyar gazdaság eddigi eredményét, és ezt nyilván nem engedhetjük meg. Nem engedhetjük meg, mert az nem lehet, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háborúnak az árát. És ez nekünk nem orosz kérdés vagy ukrán kérdés, ez nekünk magyar kérdés. Az Európai Unió előállt egy javaslattal, amely javaslat Magyarország számára rendkívüli károkat okozna. Most várjuk azt a megoldást, azt a módszert, ahogy ez a javaslat mégse okozzon kárt nekünk. Tehát visszadobtuk a labdát az Európai Bizottságnak, hogy hozzanak olyan javaslatot, amely nem sérti egyetlen egy Európai Uniós tagállam érdekeit sem, így Magyarország érdekét sem. A napokban Kazahsztánban is járt többek között. Ott azt nyilatkozta, hogy ezeknek az országoknak megnő a fontossága az európai stabilitás fenntartásában. Mit ért ez alatt, mire jutott ott a vezetőkkel? Ugye a közép-ázsiai térség az mindig is egy ilyen forrongó pontja volt a világnak. Ugye ott van Afganisztán. És afganisztáni háború végeztével, majd az amerikaiak kivonulásával ott újra ilyen kevésbé stabil környezet jött létre. És azok az országok, amelyek ott Közép-Ázsiában biztosítani tudják a stabilitást, biztosítani tudják azt, hogy szélsőséges ideológiák nem terjednek onnan, biztosítani tudják, hogy nem indulnak ki újabb migrációs hullámok, aznak hatalmas jelentőségük van most. És ezért Kazahsztán is, Kirgizisztán is, Üzbegisztán is olyan stabil országok, amelyek védik a határaikat, amelyek komolyan fellépnek a terrorizmus ellen, komolyan fellépnek a szélsőséges ideológiákkal szemben. Nagyon fontos ezeknek az országoknak a szerepe, és nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot építsünk ki velük, és az Európai Unió adjon neki támogatást, mert végső soron európai érdek, hogy Közép-Ázsiából újabb nagy migrációs hullámok ne induljanak ki. A régió egyik legnagyobb munkáltatója itt a Dél-Dunántúlon a Paksi atomerőmű. Most mindenki fél, hogy mi lesz a bővítéssel. Mit lehet mondani erről a kérdésről most? Nem kell félni, hiszen mindent megteszünk annak érdekében,
hogy a két új reaktorblokk meg tudjon épülni. Ez nemzetgazdasági és nemzetstratégiai, sőt nemzetbiztonsági érdekünk is. Ugyanis látszik, hogy az európai meg a globális energiapiacon folyamatosak az ellátási zavarok, a válságok, az árfelhajtó hatások, nincs elég energiahordozó, nem tudnak hozzájutni egyes országok. És az az ország, aminek van saját termelési kapacitása, amely nagy mértékben elő tudja állítani a saját maga által használt energiát, az óriási előnybe kerül. Óriási előnybe kerül. És a meglévő 4 reaktorblokk mellé, ha tudunk még 2 építeni, akkor 2000 megawattról 4400 megawattra nő a teljesítmény, és egy hatalmas lépést teszünk az energiaellátás biztonsága és az önellátás irányába. Most a Rosatom vezetőivel tárgyaltam tegnap Törökországban. Ők azt mondták, hogy technológiailag továbbra is képesek ennek a projektnek a lebonyolítására. A beszállítóik is készen állnak, hasonlóképpen nyilatkoztak. Én azt gondolom, hogy mivel a részünkről az akarat és a szükség megvan, a részükről a végrehajtási készség szintén adott. Itt természetesen majd lesznek mindenfajta nemzetközi támadások, meg nyomásgyakorlás, de ezek alapvetően kommunikációs és ideológiai alapúak lesznek, míg az energiaellátás az nem ideológiai, meg nem filozófiai kérdés, hanem gyakorlati, fizikai kérdés. Az nagyon fontos, hogy az Európai Unió szankciós intézkedéseiben eddig mindig sikerült kimondatnunk, és ez ragaszkodunk, hogy az Európai Uniós szankciók a nukleáris energiára semmilyen módon nem vonatkoznak. Tehát akkor mondhatjuk, hogy Paks 1, mivel az orosz üzemanyaggal működik, ott is rendben van az ellátás. Hogyne, sőt, most megint egy jó időre, hogy biztonságban helyeztük az ellátást, és az elmúlt néhány hétben 2-szer is érkezett nukleáris fűtőanyag Oroszországból. Ugye korábban ezt a nukleáris fűtőanyagot vasúton szállítottuk Ukrajnán keresztül, de ez a szállítási útvonal sajnos az ismert események fényében ellehetetlenült, ezért egy alternatív szállítási útvonalat kellett keresni, ez a légiszállítás lett. Oroszországból Belarus, Lengyelország és Szlovákia légterén keresztül érkezett 2-szer is Magyarországra légiúton nukleáris fűtőanyag, ezeket el is juttattuk a paksi atomerőműbe, hogyha azok ott biztonságban vannak. Hazánkat folyamatosan támadják külföldről az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Orbán Viktor és ön is felkerült egy nacionalista csoport honlapján Ukrajna ellenségének a listájára. Mi ezzel kapcsolatban az álláspontjuk, illetve miben segítünk mi egyébként az ukránoknak? Hát nézem, először is Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója zajlik. Tehát majdnem 700 ezer menekült érkezett már Ukrajnából Magyarországra, kivétel nélkül beengedtük. Akik itt akarnak maradni hosszabb távon, számukra biztosítjuk ennek a körülményeit, munkát is adunk nekik, a gyerekeknek pedig oktatást biztosítunk. Majdnem 700 ezeren érkeztek. Emellett több mint 1000 tonnányi segélyszállítmányt küldtünk már Ukrajnába, és tegnap Varsóban, Lengyelországban a donor konferencián a kormány felhatalmazás alapján be tudtam jelenteni, hogy újabb 14 milliárd forintnyi támogatást biztosítunk. Ezt adjuk 1000 ösztöndíj formájában, ukrán katonák gyógykezelése formájában, 130 gyerek speciális gyógykezelésének formájában, mobil otthonok biztosítása formájában a belső menekülteknek, Ukrajnában, Kárpátalja területén, valamint egy iskola és egy kórház újjáépítésében. Tehát nem tudom, hogy ennél még mit többet tehetnék. Most nézze, hogy az ukránoknak nyilván az az érdekük, hogy minél több ország szállítson nekik fegyvert, minél több ország engedje át a fegyverszállítmányokat, ez az ő érdekük, ez világos. Nekünk az érdekünk az az, hogy Magyarország biztonságban legyen, a magyar emberek biztonságban legyenek. És az oroszok által kilövendő célpontként meghatározott objektumokat mi nem szeretnénk Magyarország területén látni, meg a magyar-ukrán határ közelében sem látni. Ezért döntöttünk úgy, hogy nem szállítunk fegyvereket. Tehát itt két különböző dimenzióban mozgó érdek van, mi ezt értjük, nekünk nincsen velük vitánk, mert hát értjük, hogy az az ő érdekük, hát nem akarjuk mi ezt vitatni, de nekünk meg más az érdekünk, ők az ő érdekük szerint járnak el, mi meg a mi érdekünk szerint. Az, hogy Kijevben újra nyitották a nagykövetséget, az egyébként segíthet a kapcsolat simításában. Kell segíteni ebben? Hát nézze, most azért nem beszélek erről szívesen, mert ugye háború van, és ilyenkor nem helyes ilyen dolgokat felhánytorolgatni, de eddig hiába tettünk bármilyen pozitív gesztust, annak nem volt pozitív hatása, tehát nem ezért csináltam. Egyszerűen azért döntöttünk így, mert ez így észszerű. Egy nagykövetségnek egy ország fővárosában van a helye, azért kellett eljönnünk, mert a biztonsági körülmények ezt nem tették lehetővé, most már a biztonsági körülmények lehetővé teszik, tehát visszamentünk, nem kell ebbe többet belátni.
Hogyan bírják a magyar hatóságok, szervezetek az Ukrajnából érkező menekültek nyomását? Most itt mondta, hogy több mint 700 ezer, vagy közel 700 ezer emberről van szó. Kiválóan dolgoznak a karitatív szervezetek, az egyházi szervezetek, az önkéntesek és az állami intézmények is, sőt kiváló az együttműködés. Fel vagyunk készülve nagyobb számokra is természetesen, mind a keleti, mind a délkeleti határunknál a szükséges infrastruktúra az rendelkezésre. Miniszter úr, köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk, a nézőknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. További jó tévézést, viszontlátást!